Elesett Avgyívka, elesett Krinki, itt tartottunk tegnap. Jó reggelt kívánok, ez itt továbbra is a napindító. De az ukránok már cáfolták, hogy utóbbi valóban elesett volna. Hogy mi a helyzet ott, már is megtudjuk, aztán pedig folytatjuk azt, hogy hogyan is áll jelen pillanatban az Amerikai Egyesült Államok az orosz-ukrán háborúhoz. Továbbra is itt van Márton Fi Balázs, a John Lukács Intézet kutatási igazgatója, valamint Árendás Péter külpolitikai szerkesztőnk. Úgyhogy már is terítéken Amerika, de azt megelőzően nézzük, hogy mit tudunk jelen pillanatban Krinkiről. Könnyes búcsút vesz egymástól a két régi szomszéd. Több ukrán településen is idős embereket telepítenek ki önkéntesek otthonaikból. Avgyijivka elfoglalása után többen is a menekülést választották. Egyre több a bombázás. Azok után, hogy csapataink kivonultak Avgyijivkából, úgy érezzük, még veszélyesebbé fog válni a helyzet, mondta ez az idős hölgy. Az orosz vezérkari főnök a fronton lévő csapatokhoz látogatott. Valeri Gerasimov állítólag Avgyijivka városának elfoglalását követő lépéseket ment megvitatni Ukrajnába. A Fehérház nemzetbiztonsági koordinátora szerint egyenesen az amerikai kongresszus tétlensége vezetett oda, hogy az ukrán erőknek ki kellett vonulniuk Avgyijivka városából. John Kirby úgy fogalmazott, a Fehérház előre figyelmeztetett, hogy ez fog történni, ha a kongresszus nem fogadja el az újabb 65 milliárd dolláros támogatást, és az ukrán katonák nem kapják meg a szóban forgó fegyvereket és hadianyagot, amilyen gyorsan csak lehetséges. Csak hogy ez amerikai mércével mérve sem kis pénz. És sok képviselő, valamint az amerikai közvélemény egyre növekvő része szerint sem kellene korlátlanul Ukrajna háború céljaira költeni. Orosz ellenőrzés alá került Krinki települése a Nyeper bal partján, Herszon megyében, ahol az ukrán hadsereg hídfőállás kiépítésével próbálkozott. Jelentette be Vlagyimir Putyin elnök. Tavaly októberben a kijevi kormányerők átkeltek a Nyeperen, és létrehoztak egy tartós pozíciót a folyó bal partján. A túlerővel szemben azonban nem tudtak védekezni, és az oroszok elfoglalták a települést. Megtisztítottuk Krinkit. Jelenleg a Krinka és a Konka folyó teljes partja mentén állomásoznak csapataink, fogalmazott a védelmi miniszter. Szergej Sojgu szerint Krinki visszavétele pontot tett a nyáron elkezdett ukrán ellentámadás végére. Az ukrán hadsereg ugyanakkor tagadta, hogy elvesztette volna az ellenőrzést a Krinki híd főállás fölött. A számos orosz sikert követően újabb offenzívára számítanak az ukránok délen. A helyzet most nagyon feszült. Az ellenség folyamatosan támad. Az elmúlt két napban a támadások megszűntek, azonban azt megelőzően nehéz gépekkel és páncélozott járművekkel ostromoltak az oroszok, mondta ez az ukrán katona. Közben az Európai Külpolitikai Tanács friss felméréséből kiderült, az európaiak zöme szerint Ukrajna nem nyerhet Oroszországgal szemben. A kutatásban az is szerepel, hogy a megkérdezettek nagy része a háború kompromisszummal történő befejezésére számít. És van egy másik felmérés is, amely szerint pedig az ukránok túlnyomó többsége hisz Ukrajna győzelmében, egészen konkrétan 89% az ukránoknak hisz abba, hogy Ukrajna nyerhet. Ez miért van, illetve mit jelent maga a győzelem kifejezés ebben az esetben? Erről is beszélünk majd tehát Márton Fi Balázzsal, de először fordulok Árendás Péterhez. Mi minden történt még az elmúlt 24 órában? Ezekkel fogom kezdeni, de én is Márton Fi Balázshoz fogom majd dobni a labdát nem sokára néhány percen belül, pontosan ezért, mert nagyon érdekesek ezek a felmérések, hogy hol, mikor, ki mit mér, és pont ezt mondta itt Balázs nekünk, hogy a realitáskép az azért sokat számít, és nagyban befolyásol, hogy ki mit hogyan vél, és nyilván van benne azért egy olyan narratíva is, amit itt szépíti, vagy rosszabb fényben tünteti föl az eseményeket, de ki fogunk erre térni. Előbb azonban a kedves nézőkkel szeretnék néhány fontos információt megosztani az elmúlt 24 órából. Valóban hallhatták azt, tegnap azzal foglalkoztunk a műsorban, hogy Krinki települést Herszon megyében bevették az oroszok. Ezt az ukrán fél órákkal később aztán cáfolta, és azt mondta, hogy hídfelállás továbbra is az ukránok kezén van. Kiadott még egy hadi jelentést, egy másikat Kijev, ebben arról írtak, hogy Oroszország mostanáig 48 darab Iszkander típusú rakéta kilövőt telepített az ukrán határ mentén. Egy hírszerző tiszt pedig hozzátette, hogy az orosz hadseregben létrehoztak egy új taktikai csoportot, amely a balisztikus rakéták indításával foglalkozik elsősorban orosz területről. Az Ukrajna területén lévő orosz csapatok szárazföldi egysége jelenleg Kijev állítása szerint 470 ezer katonából áll, és hozzátették ugyanakkor azt is, hogy új erőket is bevontak az oroszok, az orosz nemzeti gárda mintegy 33 ezer katonáját.
az a vezérőr, hogy a hírszerzési tiszt, aki a nevét nem kívánta közölni, azt is elmondta, hogy Oroszország jelenleg nem rendelkezik olyan erőkkel és eszközökkel, amelyekkel egyszerre két stratégiai irányban képes lenne harcolni. Minden ereje elsősorban keleti frontvonal közelében összpontosul. Ekközben kiadták az oroszok is a hadi jelentésüket, ott az orosz védelmi miniszter volt, aki ezeket az információkat megosztotta. Ezszerint folytatták az előrenyomulást Avgyívkánál és Donyesznél az orosz erők. Három front szakaszon az orosz fél közése szerint 13 ukrán ellentámadást vertek vissza. A tárca közése szerint legtöbben szám szerint 7 ellentámadást Avgyívkánál hiúsítottak meg az oroszok. Az ukrán fél a harcintézkedési vonal mentén csaknem 1200 katonát veszített, ebben benne vannak az elhunytak, illetve a sebesültek is. A legtöbben mintegy 450 Avgyívka térségében, 425-en, ez becsült szám pedig Donyec körzetében estek el, vagy pedig sebesültek meg. Az ukrán hadserege közben, ahogy mondtam, már tagadta tegnap az esti órákban, vagy elvesztette volna az ellenőrzést a Dnyeper bal partján lévő Krinki település híd főállása fölött, ahogyan ezt korábban egy nappal korábban megegyezte Moszkvában Vladimir Putyin orosz elnöknek Szergej Sojgu védelmi miniszter. Kijött egy brit tanulmány is, ezben azzal foglalkoztak, hogy Észak-Korea által Oroszországnak szállított és Ukrajna ellen bevetett ballisztikus rakéták közül számos olyan alkatrészből áll, amelyek amerikai vagy európai vállalatokhoz vezethetők vissza. Ezt a brit Conflict Armament Research intézet közölte. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megszólalt, ő pedig utasította a kormányt, hogy kezdjen haladéktalan párbeszédet a lengyel kabinettel a két ország közös határán kialakult probléma miatt. A lengyel gazdák, mint ismert, most már hosszú-hosszú hetek óta tüntetnek, és az ottani kialakult feszült helyzet nem tesz jót sem a lengyeleknek, sem az ukránoknak, ez vaj a Varsó és Kijev is. Andrzej Duda is megszólalt, ő a lengyel köztársasági elnök, aki azt mondta, hogy támogatja a lengyel, illetve az ukrán kormány találkozóját az Európai Unió képviselőinek részvételével, éppen annak érdekében, hogy rendezzék az ukrán gabonaimporttal kapcsolatos vitákat. És akkor a végére még egy hír, Mártonfi Balázs a műsor első felében említette a hibrid szót. Fontos szerepe van a hibridnek is a mostani háborúban. Minszk szerint a határátkelők lezárása az Európai Uniós tagállamokban elsősorban a hibrid háború részét képezi. A Fehér Orosz Nemzetbiztonsági Tanács titkára szerint, hogy nyugati országok szigorítják a vízumrendszert és lezárják a határokat, a Minszk és Moszkva ellen vívott hibrid háború részét képezik ezek az intézkedések. És a legvégére még egy hír, mint részben már hallhattak az egyménti fölvezetőben, de ezzel fogjuk folytatni. Valóban ezt mondta a Fehér Házban, hogy az amerikai kongresszus tétlensége vezetett oda, hogy elesett Avgyívka és elvesztették az ukránok a települést. John Kirby, a Fehérház nemzetbiztonsági koordinátora fogalmazott úgy, nem azért vonultak ki az ukránok, és akkor idézem John Kirbyt, mert ne lennének kiképezve, vagy ne lenne meg a taktikai érzékük, hogy megvédjék magukat és a várost, hanem a kongresszus tétlensége miatt. Hozzátette John Kirby azt is, a Fehérház előre figyelmeztetett, hogy ez fog történni abban az esetben, hogy a kongresszus nem fogja elfogadni azt a 65 milliárd dollárt, amelyel többek között Ukrajnát szeretnék támogatni, mert hogy fegyverek és hadianyagokban azért hiány vannak az ukránok, ezt mondta tehát John Kirby, és akkor fordulok ismét Mártonfi Balázshoz. Ez a Fehérház hivatalos álláspontja, John Kirby mondta, a tétlenség, a kongresszus tétlensége vezetett oda, hogy nem tudják elfogadni azt a segélyt, most 65 milliárd dollár, ami az ukránoknak kellene a túléléshez, vagy esetlegesen ellentámadások szervezéséhez, és valahogy itt hagytuk abba, hogy milyen az amerikai belpolitika, és akkor innen folytatnám. Ez a fehérházi álláspont. Mi a Fehérház egyéb álláspontja ezzel kapcsolatban, mi a támogatást illeti? Ez a Fehérház sajtó nyilvánosan kijelentett álláspontja, ez nem feltétlenül egyezik a Fehérház valós álláspontjával. Ez egy nyomásgyakorlási eszköz. Beszéltünk egy picit arról, hogy az előző blokkban, hogy a kongresszus kontra az adminisztráció, hogy ez egy mennyire releváns tényező az Egyesült Államok politikájában, ez itthonról nem mindig egyértelmű, hogy ez a két szereplő, a kongresszus, a Fehérház alatt értsük ugye az elnöki hatalmat, és gyakran a bíróságok, azt más témában is értjük, ők versengenek a hatalomért. Nagyon gyakran azt szoktuk picit kezdetlegesen elképzelni, hogy ez három jól elkülönült hatalomág, de nem így működik a hatalom természete, egyazon hatalman osztoznak, és próbálnak küzdeni, hogy ki mennyit tud ugyanabból a hatalomból megszerezni. Tehát itt ez egy olyan nyomásgyakorlási eszköz a Fehérház részéről, hogy ad egy a felelősséget magukról elhárítsák, hiszen a külpolitika megítélése leggyakrabban elnöki jogkörként vetül le az átlag állampolgár
köré. De ennél ez jóval komplexebb, és bármilyen, aki jobban foglalkozik a témával, látja, hogy ennél osztottabb a helyzet, és itt ebben az esetben a Fehérház azt próbálja mondani, hogy ez a kongresszus hibája. Amit picit hátrébb lépve megfigyelhetünk, az az, hogy ez az Egyesült Államok hatalmi dominanciájának csökkenését jelenti, hogy egy ukrajnai város feladását az elnöki adminisztráció, John Kirby nemzetbiztonsági tanács koordinátora közvetlenül összeköti a még meg nem szavazott kongresszusi alsóházi döntéssel. Ez az eddig megfigyelettük talán 2010-es évekig, és akkor beszélhetünk erről hosszabban, hogy az Egyesült Államok külpolitikai lépései vonalában azért volt egy belső összezárás, és nem csináltak ennyire azonnali közvetlen átirányulásokat, hanem inkább közvetett nagyobb vonalok vannak. Bár persze kampányidőszakban meg főleg ugye ezek a szabályok felülíródnak. Tehát ez nem csak nyomásgyakorlás elnök kontra kongresszus, hanem egy demokrata elnök és egy republikánus párti alsóház, hiszen nem a szenátusi vonalra mondta, ahol demokrata történet van. Igazából itt a látszat és a valóságképek uralására tett hatalomgyakorlási eszközöket láthatunk, és itt azt próbálja mondani az Fehérház, ugye a koordinátoron keresztül, hogy ők mindent megtettek, Ukrajna nem miattuk szenvedett vereséget, tudod, mert nem maximális értelemben, nem rövid, specifikus, partikuláris értelemben ennek a településnek a feladásával. Ha gyorsabban cselekedtek volna, akkor másképp lett volna. Nem biztos, hogy másképp lett volna, és nem is biztos, hogy úgy gondolják, hogy másképp lett volna, egyszerűen ez a kommunikációs elem. És ebben a relációban hogyan illeszkedik bele Donald Trump, aki jelen pillanatban úgy néz ki, hogy jó eséllyel lehet majd a republikánus elnök jelölt az elnök választáson? Ugye Trump elnökjelölti kampányt folytat, valós amerikai külpolitikai döntéshozói hatalma, de jure nincs, hiszen jelenleg nem ül pozícióban. Általánosságban azt tudtuk megfigyelni az amerikai politikai vonalon, hogy az elnök jelöltek, tehát akik jelöltek, még azért nagyon másképp szoktak fogalmazni, hiszen belpolitikai más céljaik vannak, közvetlen céljaik, elnyerjék az elnökválasztási, elnökjelölti republikánus pozíciót, utána megnyerjék az elnökválasztást, teljesen más érdekek alapján viselkednek és fogalmaznak. Trumpnál annyiban érdekesebb, hogy ő úgy tűnik, hogy ezekkel az általános paradigmákkal, általános viselkedési mintákkal, amiket megfigyeltünk, szakított, és ő gyakran tényleg azt mondja, amit gondol, szinte ösztönszerűen. Így aztán ebből a szempontból viszont érdekesebb és jobban kell figyelni Trump szavaira, hiszen magasabb a valószínűség száma annak, hogy amit mond, azt ő tényleg úgy is gondolja, és hogyha úgy gondolja majd még, amikor esetleg elnök lehet, akkor az magasabb valószínűséggel következik be. Ugyanakkor, párhuzamba állítva ezt azzal, Trump elnök sokkal jobban kapható a túlzásokra a saját kinyilvánosításaiban, amit ő is tudja, hogy túlzás, egyszerűen csak figyelemhajhászat, szavazáskeresés, bizalomépítés vonalon kimondja azt, amit úgy gondol, hogy az amerikai állampolgárok többsége is úgy gondol, de soha nem mert kimondani. Hiszen Trump elnök a nem merünk kimondani logikával is kampányol jól, politikai értelemben véve jól, hiszen azt mondja, hogy az embereknek olyan ösztöneit nyomta el az amerikai washingtoni konszenzusos belpolitikai logika, hogy kizárta azokat a gondolkodásokat, túlontúl kizárta, amik ellent mondanának az Overton ablak, itt fősodornak nevezhető logikai vonalon kívülre, és ezeket is meglovagolja. Tehát formális szerepe nincs, ugyanakkor fontos rá figyelni, és nem csak a belpolitikai vonalon, hanem esetleg ablak lehet arra, hogy ő miket is gondol a valóságképekről és az Egyesült Államok következő külpolitikájáról. 2024. február 22-ét írjuk, és akkor most Márton Hibalázs azt mondta, ha szabad így leegyszerűsíteni, nem a mondandóját, hanem annak a tartalmát, jóval őszintébben szokott beszélni Donald Trump, mint sok más politikus, ami a szívén, a száján talán ezt kimondhatjuk. Ezzel ellentétben, és akkor talán a kezdődő demenciájára, annyira, hogy bántanám, gondolok Joe Biden elnökre, ő nem biztos, hogy mindig minden esetben pontosan tudja, hogy mit, mikor, miért mond, hogyha éppen nem szúnyókál el. Volt benne kritika valóban, de nem bántó jelleggel viszont. Ez a kettő mostani potenciális jelölt a per pillanat a legesélyesebb arra, hogy egymás ellen induljon, és a választáson megmérettessen egymás ellen. De mi az, amit Trump csinálhat, és amit ígért, mert hogy nagyon
szeret úgy fogalmazni, amit mond, azt igyekszik tartani, meg túl őszinte. Ő egészen máshogy vélekedik erről a háborúról, nem akarja azt, hogy ez folytatódjon, egy nap alatt lerendezni, ezt mondta erre Zelenszky ukránnak, azt mondta, szívesen látja, oldja meg egy napon belül valóban Trump ezt a háborút, hogyha meg tudja ezt oldani Donald Trump, amennyiben elnökké választják? Szükséges, de nem elégséges az, hogy Donald Trump elnök legyen, hogy meg tudja oldani ezt a háborút. Ha nem lesz elnök, akkor nem tudja megoldani. Ha elnök lesz, akkor ahhoz, hogy ezt meg is tudja oldani, más feltételeknek is teljesülnie kell. Például kell teljesülnie annak, hogy a kongresszus is támogassa az ő lépéseit, hiszen nagyon leegyszerűsítve a kérdéskört, az Egyesült Államok ukrajnai támogatási csomagának van egy elnöki része és van egy kongresszusi része. Közvetlen ráhatás a kongresszusi része nincs, mert még ha meg is vétóz egy valamilyen kongresszusi támogatási csomagot, a kongresszus alsó és felső házak minősített többséggel felül tudja írni. Tehát így ilyen vonalon nincs. Másik, ami miatt szükséges, de nem elégséges, hogy Donald Trump le tudja zárni egymaga egy nap alatt a háborút, megint egy túlzásba vonatkozunk, de hát ez általában áll, ez ide a tipikus viselkedési vonal, az, hogy az ő ráhatási képességét ugyanúgy árazza be a két aktív részes fél a háborúban, Ukrajna és Oroszország, mert ha másképp árazzák be, akkor már ugye csökken annak a lehetősége, hogy lezárja a háborút. De jure, tehát hogy jogi értelemben nincs az Egyesült Államok elnökének erre hatalma, hiszen nem részes fél, nem tudja kivonni a csapatait, a támogatást tudja megvonni per egyik logikában, illetve olyan kényszerítési, elrettentési vagy ráhatási fenyegetéseket tud tenni a két fél részére, hogy fejezzétek be, mert különben. De ugye ezt megint 4 áttéten keresztül beszélgetünk, tehát szükséges, de nem elégséges feltétel, hogy le tudja zárni. Van olyan permutációja, kirendeltségének, azok a több feltételnek, ahol le tudja zárni, vagy lezárásra tud kerülni az ő ráhatására, közbenhatására, de vannak olyan permutációk, ahol hiába a legjobb szándéka, ha nincs kellő együttműködés, másképp árazzák be, úgy gondolja az ukrajnai vezetés akkor, hogy mindenfajta támogatási csomag nélkül is az a döntés, hogy már pedig ők hősi honvédő háborút hajtanak, és a nyerési százalék minimális redukálása mellett is folytatják a háborút, akkor pedig ugye nem. Tehát itt így kell végigvenni szerintem inkább ilyen döntési ág folyamán. Már hasonlom a szót, ami csak egyetlen egy megjegyzés, de az egyetlen olyan potenciális elnökjelölt aspiráns, az amerikai aspiránsok közül, akik elnökjelöltségre törekszenek, aki a béke mellett kötelezte el magát. Ezt a többitől nem hallottuk. Zárója bezár. Ha már a lezárásnál tartottunk, akkor ön milyen lezárást jósol, hogyha lehet így fogalmazni ebben a háborúban? Ugye erről már nagyon sokat beszélgettünk különböző biztonságpolitikai szakértőkkel is. Mikorra érhet véget ez, és hogyan záródhat úgy, hogy valamilyen szinten az megnyugvás legyen minden érdekeltnek? Tehát, hogy egyfajta kompromisszum szülessen, ami mindenkinek valamilyen szinten jó. Nehezen vagy kevéssé látom egy ilyen forgatókönyv kialakulását. Ugye alapvetően én azt gondolom, hogy itt az ukrajnai háborúról túlmutató kérdéskörökről beszélgetünk, hiszen arról beszélgetünk, hogy a háború, mint a hatalom gyakorlási eszköze, az állam, mint a hatalmi csúcsintézmény joga, hatalma, használhatóságának valósága, és ezeknek az eltérő valóságképe. Ezek most így furcsán hathatnak, de amikor abban a 90-es, 2000-es években élt Európa, hogy létezhet akár egy demokráciának nevezett olyan fogalom, ami nem pusztán egyfajta államforma, hanem ezek az emberek által választott legjobb államforma, akkor más jelentett az, hogy az állami háború hatalom gyakorlásának eszközének való önkorlátozás egy békét hozó időszak. De én szerintem ezt hívhatjuk Pax Demokratikának, ezt akkor többen úgy gondolták, hogy lehet egy demokratikus béke Pax Demokratika, most már egyre jobban kezdik többen úgy gondolni, hogy valójában ez egy Pax Americana, az Egyesült Államok hatalmi túltengésének, dominanciájának által biztosított béke időszaka volt. És nem csak, hogy most gondolják azt úgy, hanem elkezdik felülírni azt, hogy annó, amikor még Pax Demokratikában hittek, és ugye a
látszat valóság, a valóság kép valóság, bár tudósként el tudjuk különböztetni ilyen csúnya szavakkal, hogy ontológia, teleológia, meg episztemológia, de valójában a valóság kép az az ember valósága, ezt is elkezdik felülírni. De bárhova is jutunk el, én azt látom, hogy a Pax, a béke korszakának vége. Tehát nem lesz úgy, én szerintem, lezárása ennek a háborúnak, ahogy elvárnánk, hogy háborúkat lezárjuk, vagy ideglenes lesz, vagy temporális lesz, vagy pedig lesznek folyamatos ütközőpontok másképp, és a kihatások, hogy egyáltalán csak a rend változik, a rend szabályai változnak, vagy a rendszer változik, ergo a rend maga változik, ezekre még nem tudom, mik a válaszok, minden esetre azt látjuk, hogy nagyon más válaszokat fogunk erre adni annak fényében, hogy bipoláris világgá megyünk, tehát az Egyesült Államok és Kína szépen ilyen hidegháborús logikában teljesen elválasztják a két világot, vagy multipoláris világgá megyünk, ahol azt jelenti, hogy több nagy hatalom vonatkozik, vagy pedig egy úgynevezett posztpoláris világgá haladunk, ahol pedig ugyan vannak pólusok, hatalmi gócpontok, de már nincsenek ilyen fizikai értelemben lehatárolt valóságok, hanem a komplex interdependencia vonalán, tehát mindennel egybefügg, különböző síkok vannak, bankszektoruralom, gazdasági szektoruralom, ilyen szektoruralom, hogy egyszerűen teljesen másképp tudunk a polaritásról beszélni, és az átjárhatóság lesz az alapelv még akkor is, hogyha valahol lesznek lezárások. Tehát ennek fényében melyik világgá haladunk, annak fényében tudnám azt mondani, hogy milyen lezárása lehet ennek a konfliktusnak. Sajnos, mint ember, meg mint állampolgár, nem jósolok sok békét nekünk itt, pusztán azért sem, mert a fegyverkezési versenyek, a fegyverkezési folyamatok gyakran fegyverkezési versenybe csapnak át, azt látjuk, hogy fegyverkezik mindenki, azt abszolút látjuk, a kínaiak is, az oroszok is, az amcsik is, mindenki, sőt nem csak konvencionális fegyverekkel fegyverkeznek, hanem nukleáris fegyverekkel is fegyverkeznek, és például, ahogy visszautalnék erre, hogy nem csak a rend változik, hanem a rendszer változik, ugye egyik ilyen megkérdőjelezése lehet ennek az elmúlt gondolkodásnak, hogy azt gondoltuk, hogy a nukleáris nonproliferáció, tehát a nukleáris fegyverek terjedésének elkerülése, akár horizontálisan, hogy több állam kapja, akár vertikálisan, hogy egy állam többet legyen, ennek az elkerülése növeli a biztonságot. Na most pont Ukrajna esetében felteszi az ember magának azt a kérdést, hogy megtámadta-e volna Oroszország Ukrajnát, ha megtartják azt a részlegesen használható, megörökölt nukleáris fegyverzetet. És ha ezen kezdünk el gondolkodni, akkor elkezd az ember azon gondolkodni, hogy hoppá, tényleg igaz-e az az állítás, amit elfogadtunk, mert nem lett jobban megkérdőjelezve, hogy a nukleáris fegyverek elterjedése valójában növeli a biztonságot. Hanem elkezdjük megkérdőjelezni, hogy akkor pontosan hogy is lehet ezeket az összefüggéseket összerakni, és itt jutunk el oda, hogy ugyan látjuk, hogy az állam, mint hatalmi berendezkedés és csúcsintézmény ragaszkodó és jól működik, de az államok közötti kapcsolat is változik. Már nem feltétlenül arra játszanak az államok, mint a klasszik diplomácia idejében, hogy alapvetően veszteség minimalizáló diplomáciai külpolitikát folytassanak, hanem látunk egyes államoknál kifejezetten nyereség maximalizálási, magasabb rizikóvállalási történetet, ahol hajlandóak a tradicionális állam-állami kapcsolati hálón kívül párt-párt, gondolat-gondolat, egyén-egyén, nexus-nexus, hálózat-hálózat vonalon gondolkodni. És hogy ennek mi lesz a végkimenetele, nem tudom, én azt gondolom, hogy amilyen sebességgel változik a technológiai valóságunk, és amiről még igazából nem beszélünk, de szerintem a mesterséges intelligencia egy olyan minőségi ugrás lesz a gazdaságok, az emberi társadalmak működésének folyamatában, hogy gyorsulni fog még minden olyan gondolkodási képesség, amivel kikezdjük az eddig axiomatikusnak, vagy elvetnek itt elveket. Másfél percünk lesz, de van még kettő téma, és ehhez mérten kérlek tisztelettel, mi a válaszolj. Az egyik az, hogy tudom, a Tamással beszéltük, hogy majd a 90-10%-os felmérés, az hagyom Tamásnak azt a kérdést, én viszont amit kérdeznék tőled, és röviden válaszolj kérlek másfél percben. Van neked elméleted arra, mert 2022 márciusa óta, hogy mi lesz ennek a háborúnak a vége a határokat tekintve? Ez, hogyha abban a másfél percben lennél szíves kifejteni. Igen, én úgy gondolom, hogy a Minszk 2 megállapodás keretei voltak a maximálisan eltolható háborúmentes logikai történetek. Ugyanakkor ezt egy külső szemlélő mondja, akinek nincs
vested interest, bújtatott érdeke a történetben. Itt mind minden aktív részesnek, aki nem Magyarország, hanem az Egyesült Államok ugye félig módon, Ukrajna és Oroszország teljes módon, őnekik bújtatott érdekeik vannak, tehát ők másképp fognak ezzel kommunikálni. Én valahol azt a relációt tartottam, miután egyértelmű volt, hogy nem tudja Oroszország teljesebb bedönteni Ukrajnát, hogy valamennyi területveszteség mellett egy a területtől leválasztott erősebb Ukrajna, de erősebb Ukrajna áll fenn. Ugyanakkor, ami a Minszk 2-nek egy szoros realista értelmezése, nem teljesen így, hiszen területi veszteséget ugye a mostani II. Világháború utáni logikában nem szeretnek az államok elfogadni, de ez megint egy olyan axióma, amit úgy, mint a nukleáris non-proliferáció vonalon, hogy elfogadhatatlan történet a rend elfogadásában. De jó megoldás nincs erre. Itt az a kérdés, hogy a veszteség minimalizálás, és szerintem most már lassan elérünk oda, hogy mind az ukrán oldal érzi, hogy veszteség minimalizálási logikát kell követnie, és az orosz oldalnak is el kell jutni oda, hogy veszteség minimalizálási logikát kell követnie. Az a baj, hogy még ennek a kettőnek az együtthatása, és már is befejezem a gondolatomat, mert másfél perc, se lesz elég ahhoz, hogy itt rövid távon lezárjuk, hanem én azt gondolom, hogy el kell relativizálódnia a konfliktusnak, mert különben annyira nyereségvágy van, most ezt bárhogy is árazzuk be, annyira veszteség elkerülés vágy van bármi oldalon, hogy nem lesz valójában vége. Hogy hogyan tud ellen relativizálódni a konfliktus, általában más, nagyobb globális konfliktus kitörése esetén. Ezek nagyon érdekes gondolatok, és nem festett annyira jól itt a legvége, de még akkor beszéljünk egy pillanatra arról, amit ugye Péter is mondott, eltérő felmérések. Ukrajnában úgy néz ki, ez szerint a felmérés szerint, hogy még mindig majdnem 90%-a az embereknek hisz abba, hogy Ukrajna nyerhet. Ugye ez egy jó kérdés, egyetem, mit nevezünk győzelemnek még ebben a háborúban, illetve most már úgy néz ki, hogy a világ nagyobbik része pedig nagyjából 90%-ban úgy gondolja, hogy Ukrajna nem nyerhet ebben a konfliktusban. Minek köszönhető, hogy párhuzamosan egymással van két valóságkép? Talán helyes, hogyha így fogalmazok. Hát ugye két teljesen más populációról, népesség mintáról beszélünk, az egyik az Ukrajnán belüli mintavétel, a másik meg, ha jól értem, ez egy EU-s mintavétel. És emiatt teljesen mást gondolnak a nyerésről, illetve egyfelől, amennyire én értem, az ukrán vonalon ezt nem tudja az ember bármilyen közleménykutató úgy megkérdeztetni, hogy a saját túlélés érdekét ne rakja bele az ember a válaszba. Hiszen neki ez a valóságképe, ez a valósága, teljesen, hogy nem lehet mást válaszolni erre a kérdésre. Ne is beszéljünk olyan kérdésekről, mintavételi hibákról vagy nehézségekről, amik természetesen belejátszhatnak, de teljesen érthető, hiszen hogy folytasson túlélési háborút egy állam egy agresszorral szemben, Oroszországgal szemben, ha nem hisz abban, hogy megnyerheti. Én úgy gondolnám, hogy ott a megnyerés az lehet pusztán az, hogy nem engedjük az oroszokat nyerni, és az már a veszteség elkerülése nyereség. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy lett feltéve a kérdés, hogy ez mit jelent, hogy a Krimről is kiszorítják, teljesen visszaszorítják XY-n, vagy pedig, hogyha kapnak nukleáris fegyvereket, mondtam egy elméletet, az már nyereség, mert akkor onnantól később meg tudja majd Ukrajna magát védeni. Tehát ezek az absztrakt fogalmak, hogy nyereség, ez másképp van. Én abban szinte bizonyos vagyok benne viszont, hogy ugyanez a kérdés feltéve az EU-s logikába, még hogyha itt az ukrán válaszoló azt gondolja, hogy hát akkor ki tudunk fejleszteni nukleáris fegyvereket, és ezáltal a későbbi biztonságunkat garantáljuk, az nyereség, az itt biztos, hogy nem úgy lett beárazva, ez magyarázza az nagyon nagy eltérést a szavazatok vagy a válaszok és a válaszrációk között. Márton Fé Balázs, nagyon örülök, hogy ismét itt volt velünk, rendkívül érdekes volt, várjuk majd vissza ide a stúdióba. Nagyon szépen köszönjük. És akkor terítéken tehát energetikai kérdések, például az is, hogy mit takar a 13. szankciós csomag az Európai Unió részéről Oroszországgal szemben, de már készül a 14. is, érkezik hozzánk már is Tóth Máté energiajogász, maradjanak velünk továbbra is. Köszöntjük Önöket, ez itt továbbra is a Napindító, itt vagyunk Árendes Péter külpolitikai szerkesztő kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és köszöntjük a stúdióban Tóth Máté energiajogász. Szervusz Máté, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusz, jó reggelt! Ezekről a szankciós csomagokról már nagyon sokat beszélgettünk, mindegyik borzasztóan sikeres, nagyon jól ugye célba talál, és Oroszország folyamatosan panaszkodik, hogy romba dönti Oroszországot ez az összes szankciós csomag. Azért kezdem egy kis cinizmussal ezt a beszélgetést, mert
Érkezik a 14. szankciós csomag is, az eddigi 13 sikeressége után. Beszéljünk a 13. szankciós csomagról, hogy mit tartalmaz pontosan, és a 14-ben mik azok az újdonságok, amiket az Európai Unió szeretne kivetni Oroszországra. A cinizmus helyén való, mert hogy a legújabb szankciós csomag, a 13., amiben ugye létrejött a tagállamok közötti kompromisszum, és a háború két éves évfordulóján február 24-én, tehát most szombaton fog hatályba lépni, hát ez már én szégyellem, hogy erről beszélünk, hiszen valóban olyan jelenleg a szankciós politikája az Európai Uniónak, mint a fenekével a fény felé fordított palack, amiben a méhecske az állandóan neki repül a palack aljának, újra és újra, hiszen hasonló sikeressége volt az eddigi hullámoknak is, és most egy 13-at fogadtak el. Ez 200 magánszemélyi szervezetnek a szankcionálását jelenti, tehát nincsenek benne ágazati szankciók, ez volt a magyar külpolitikának is a célja, hogy ilyen ne legyen, értve az ágazati szankción, például az atomenergiával kapcsolatos szankciót, vagy mint a tisztelt nézők ugye ismerik a korábbi szankciós csomagokat, az olajjal, vagy a szénnel kapcsolatos, tehát átfogó egész iparágat érintő szankció ne legyen, úgyhogy személyek és magán, illetve cégek szerepelnek ezen a listán, ami figyelemre méltó, hogy már 3 kínai szárazföldi cég is rajta van ezen a listán, illetve egy hongkongi székhelyű, amellett, hogy van fehér orosz cég is, ami ugye elgondolkodható az oroszországi szankciók okán. Viszont itt jön be a képbe a 14. szankciós csomag, mintha már az Európai Unió maga nem hinne abba, hogy na majd a 13. lesz az a palack alján, az a koppanás, amivel kijut a méhecske az üvegből. Itt a 14., aminek sajtóhírek szerint kimondottan Kína a fókusza. Hát nehéz elképzelni, hogy ez valóban valaki az oroszok megbüntetésére szánja, vagy komolyan gondolja. Sokkal inkább tűnik ez az Egyesült Államok gazdasági érdekei tekintetében tett újabb gesztusnak, vagy lépésnek, hiszen az Egyesült Államok érdeke jelenleg az, hogy a kínai gazdaság felfutását, versenyfutását valamilyen módon ellensúlyoztassa, ilyen térségekkel, mint Európa. Európa, ami az egyes számú importpartnereként tekint Kínára, hiszen a legtöbb behozott termék az Kínából jön az Európai Unióba, illetve a második számú legnagyobb exportpartnereként. Tehát Európa számára húsba vágó Kína. Ez a következő, tehát ez az érkező 14. szankciós csomag, amely pedig most válik hatályossá, az tehát még egyszer egy újabb 200 szervezetet személyt szankcionáló lista. Jelenleg már 2000 ilyen szankcionált személy per szervezet van a vonatkozó mellékletében annak a jogszabálynak, amit folyamatosan ezekkel a szankciós csomagokkal módosítanak. Egy érdekes szál, ugye kezdünk elszakadni talán a valóságtól, azt is jól mutatja, hogy a narratíva e körül a most hatályba lévő új EU szankciós csomag kapcsán az, hogy felveszik a küzdelmet az oroszok háborús bűncselekmények körébe tartozó gyerekkereskedelmével, ami valóban olyan, hogy azonnal mindenkinek megindul a szíve és elmozsol egy könnycseppet, de az alap történet, a narratíva mögött az, hogy a megszállt oroszok által megszállt ukrajnai területekről, a frontvonalból, az ottani árvaházakból a hátországba menekítik azokat az ukrán árvákat és gyerekeket, akik ott intézetben vannak. Na ezt bélyegzi meg most az európai narratíva, részletek ismerete nélkül azzal, hogy az oroszok most gyerekekkel kereskednek, és hogy Putyin 1000 szám az ukrán gyerekeket most eladja a piacon. Ez valószínűleg nincs így, de az egész biztos, hogy semmilyen eljárás, nemzetközi büntető törvényszéki bármi nyomozás nem történt emögött, viszont a narratíva az nyilván hangzatos, kicsit ez olyan, mint az orosz csillagháborús fegyverekkel kapcsolatos riogatás, ami szintén a sajtóban van, ismeretlen forrásokra hivatkozva a Reuters hozta le, hogy ilyen fegyvereket fejleszt Oroszország, tehát mint a hivatásos rettegtetés tekintetében már nagyon elszakadt volna a narratíva a valóságtól. Ilyen masni övezi jelenleg ezt a most hatályos szankciós csomagot is, tehát azért már szerintem, akik már az elmúlt 12 szankciós csomagnak végighallgattuk a narratíváját, egészséges szkepszissel fogadjuk ezeket a csodálatos csomagokat.
Külön jó, hogy fölhozta azt, hogy az ukrán árván maradt gyerekeket a hátország menekítik, és esetben a frontvonalról esetleg annak közeléből Oroszországba. Mint hogyha ez nem ez lenne a normális, bocsánat, hagyják ott azokat az árvákat, amelyeket folyamatosan tüzérségi támadás alatt tartanak. Tehát nonsense az Európai Uniós gondolkodásmód. Annyit tudott mondani Szijjártó Péter két nappal ezt megelőzően az újabb szankciós csomagokat illetően, hogy sikerült, és így fogalmazott, kigyomlálni azokat, amelyek Magyarországot negatív értelemben érintenék, de hozzátette a tárca vezető azt is Brüsszelben a külügyi tanácsot követően, illetve vannak szünetében, hogy senki nem beszélt megint a békéről, megint egy látszatintézkedés, ami sehova nem vezet, ahogy most Máté mondta, Kína ellen gyakorlatilag megint megfelel az Európai Unió Washington kívánalmainak, Kína ellen visel már ilyen szempontból a gazdasági háborút, holott mi magyarok például, ha csak a tűrtanácsot nézzük, a keleti nyitást nézzük, a kínai kapcsolatokat, most, hogy Indiába utazott Szijjártó Péter miniszter, az indiai kapcsolatokat, nekünk például a Selyem útra borzasztóan nagy szükségünk lenne. Pontosan így van, és az értékeléssel is teljesen egyetértek. Európa teljesen a saját érdekei ellen cselekszik, amikor ezeket a szankciókat, ez már igaz Oroszországra is elfogadta, és amikor Kínára ki akarja terjeszteni. Tehát mind a kettő hullám teljesen ellentétes. Nagyon tanúságos az, hogy egyrészt ugye Kínával kapcsolatban az elektrifikáció, ami most az európai ipar és politikai gondolkodásnak a legfontosabb hulláma tekintetében elképzelhetetlen a Kínával való gazdasági szakítás, tehát ez a kettő egymással ellentétes folyamat. A másik pedig, hogyha csak visszatekintünk az elmúlt két évnek az orosz szankciókkal kapcsolatos sikertörténetére, ott is már azt látjuk, ez is óvatosságra kellene, hogy nincsen mindenkit, hogy éppen most minősítették fel Oroszország gazdasági várakozását a gazdasági növekedés tekintetében 1,9%-ról 2,5%-ra, pedig általában direkt alulbecslik az orosz gazdasági növekedést. Tehát minthogyha az összeeséssel ellentétben egy növekedési pályát látnánk kibontakozni az oroszok esetében, ugyanezt az európai gazdaságról már nem mondhatjuk el. És Oroszország, bocsáss meg, nem? Hölgyek az elsőbség? Nem, tényleg. Ragaszkodom hozzá. Sem, és hogy közben az Amerikai Egyesült Államok mennyire képmutató, ugye ezt is sokszor megbeszéltük már, hogy az egyik oldalon ugye az orosz olaj ne, és Európát ne, és ne, és így, és úgy, és amúgy, és ehhez képest Amerika az oroszoktól vásárol olajat. Tehát, hogy ez egy teljes abszurdum, ami van, és az abszurditásnak ugye a még nagyobb abszurditás, hogy ráadásul ez nyilvánosságra is került, tehát nem maradt teljes titokban, hanem ezeket így megtudjuk, tehát a szemünk előtt zajlik ez a fajta hazugság. És bocsánat, pont amit Eszter mondott, erre szerettem rákötni, és bejelentette néhány napja India, hogy rekord mennyiségben adott el orosz kőolajat, amin India gazdagodott meg, Oroszország el tudta adni, és egy jó részét egyébként, mit ad Isten, éppen az Egyesült Államokban Európába juttatja el, bocsánat. Abszolút így van, én is azt gondolom, hogy igazából lassan minden irányból kilóg a lóláb, sőt csak lóláb van, és semmi más lassan ebbe a történetbe. Az egyik fele az valóban, hogy az oroszok milyen számokat produkálnak, itt tanulságos, hogy a VTB nevű, a második legnagyobb orosz bank, az rekord bevételt ért el 2023-ban, csak emlékeztetőül ez az egyik első szankcionált orosz bank, amit először egy igen komoly szankcióval 2022-ben sújtva a veszteségbe kényszerítettek. Ez véget ért, jelenleg 400 milliárd ruberes extra, soha nem látott profitot ért el. A másik fele pedig pontosan az, amit látunk az Egyesült Államok és az olaj tekintetében. Még pár hete ugye az volt a hír, hogy lebukott egy görög szállítóhajó, aki, hogyha húszik lövöldözték meg, kiderült, hogy orosz olajat szállított, csak át lobogózták. Az Egyesült Államok vásárol szintén orosz olajat. Két okból is tudjuk ezt. Egyrészt a török partoknál egy török depóból töltik azokat a hadihajókat, amik a Vörös-tengeren állomásoznak, ne itt orosz olaj van, de ennél is érdekesebb az indiai szál. India és Oroszország tekintetében ugyanis 2023-ban 13-szorosára nőtt a nyersolaj vásárlás mennyisége 2022-höz képest, pedig azt gondoltuk, hogy már az is egy rekord év a két ország kapcsolatában. Na ebből a rekord nyersolaj mennyiségből, ahol ugye a nyersolajból mindig megtörténik a varázslat, feldolgozott olajtermékek lesznek, amik már nem orosz, hanem indiai termékeknek minősülnek, ebből több mint 9 milliárd dollár értékbe vásároltak az orosz olajjal szemben szankciókat bevezető nyugati államok, és ebből bizony az Egyesült Államok
államok is kiveszi a részét, 1,3 milliárd dollár értékben vásárolt orosz olajat, ami duplán képmutató, az egyik az valóban a szankciók és az oroszokkal kapcsolatos, ugye ő a karmestere a szankciós és büntető politikának, másrészt meg azért, mert hogy veszi Európa a drága amerikai Brent olajat, aminek az ára az itt van, és ehhez képest az orosz olaj itt van, ez pedig Amerika veszi. Tehát amikor érezzük ennek az elképesztő bornítságát, akkor pontosan csatlakozom a felvezető mondathoz, hogy képmutatást látunk, olyan képmutatást látunk, ami hiteltelenné teszi ezt az egész nagy geopolitikai kórust, aminek a karmestere pont az Egyesült Államok. És nem tudjuk, hogy hol van ennek a vége. Tóth Máténak nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt volt velünk. Köszönöm szépen. Élmény volt, köszönjük. És akkor most Dunda Györgyöt kapcsoljuk Kárpátaljáról. Munkácsról van egy olyan videó, Gyuri, amit meg fogsz velünk osztani, ugyanis itt a romák egy toborzó tisztet vernek. Mit lehet pontosan tudni erről az incidensről? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, hát ez a felvétel nem csak a kárpátaljai portálokat, hanem az ukrajnai országos médiát is bejárta, olyannyira, hogy még csak a Nemzeti Rendőrség sajtóosztálya is reagálni volt kényszerült. A videót Vitali Glagola kárpátaljai újságíró osztotta meg, amin az látható, hogy Munkácson, Kárpátalja a második legnagyobb városában romák egy autómosó közelében egy katonaruhában, telepruhában lévő férfit ütnek, visztek a földre. Kiderült róla, hogy ez a férfi, aki katonaruhában volt, és akit a romák bántalmaztak, ez bizony egy toborzó tiszt volt. Ezt a rendőrség is megerősítette. Ugyanakkor további részleteket a rendőrségi jelentés nem árult el, így pontosan azt sem tudjuk, hogy mi alapján, mi miatt robbant ki ez a konfliktus. De pár nappal korábban Odesszában, Dél-Kelet-Ukrajna legnagyobb városában is volt egy hasonló incidens, ahol egy katona, akit besoroztak, de még a városban tartózkodott, ő is egy toborzó tisztet bántalmazott az utcán, és hát ott a rendőrség közreműködésére volt szükség, hogy szétválasszák őket. Hát sok internetes kommentár megjegyzi, hogy amennyiben ilyen kényszer, sorozásos, szigorú, sokszor embertelen körülmények között folyik a toborzás Ukrajnában, és vélhetően ez még így fog zajlani egy ideig, akkor eljön az a pillanat, amikor az emberek bizony szembefordulnak a toborzó tisztekkel. Az asszonyok és a nők egyébként ezt már hetekkel, hónapokkal korábban megtették, hiszen emlékezhetünk, számtalan ilyen videót mutatott be a Hír TV is, ahol bizony a nők kérdőre vonják a toborzó tiszteket, és próbálják őket az adott ellenőrző pontnál elüldözni. Úváron is voltak ilyen jelenetek. Ez egy új elem, hogy most már fizikai atrocitássá fajul egy-egy ilyen szóváltás civilek, illetve toborzó tisztek között. Jó reggelt, köszöntelek én is sok szeretettel, Gyuri. Van itt a kijevi törvényhozás kapcsán a mozgósítási törvényt, illetően megint vannak újra fejlemények, mert hogy nagy port kavar, még úgy is, hogy nem mondták rá az áment. Ezzel kapcsolatban mik a legfrissebb hírek? Igen, most már lezárult az az időszak, ameddig módosító indítványokat lehet benyújtani ehhez a törvénytervezethez. Vélhetően hamarosan megkezdődik ezeknek a vitája, és legkorábban március első felében fogadhatják el a törvényt. Ami viszont érdekes, a folyamatosan jelennek meg kommentárok és vélemények ezzel kapcsolatban. Vadim Ivcsenko, ő a Batykivcsina parlamenti képviselője, ez Júlia Timosenko pártja. Ő azt javasolta, hogy ugye szankciók tekintetében, hogy mit csináljanak azokkal, akik megpróbálják elkerülni a sorozást. Ő azt javasolta, hogy például olyan korlátozó intézkedéseket is életbe léptethetnek, hogy aki nem hajlandó önként bevonulni a hadseregbe, például a gyermekeiket megfosszák a továbbtanulás lehetőségétől, vonják meg tőlük a felsőoktatási felvételi lehetőségét. Hát már is nagyon sokan nekiugrottak az említett képviselőnek, és hát tajtékozva tiltakoznak, hogy ez miféle emberi, jogi és alkotmányos normákat sért. Hát a toborzási téma az továbbra is mindent visz itt Ukrajnába. Továbbra is jobbulást kívánunk neked, Gyuri. Ami pedig szintén nagyon-nagyon érdekes Ukrajnában, hogy összehívta a frakciópártot, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a kormányzó pártot, és erre tulajdonképpen a háború kitörése óta nem volt példa. Miért történt mindez?
Igen, ez valóban így van, két év után először hívta össze Zelenszkij a frakciót, a népszolgálja frakcióját, és számtalan dolgot megvitattak, például a mozgósítási törvényt. Tudnélik, most itt az a legnagyobb problémája a hatalomnak, hogy meg lesz-e a szükséges többség ahhoz, hogy megszavazzák ezt az új mozgósítási törvénytervezetet. Sokan tartózkodnak ettől, illetve próbálnak kibúvót keresni. Ugye a népszolgájának megvan a szükséges 226 a fős többsége a parlamentben, ehhez képest első változatban 178-an szavazták csak meg a törvényt, és más frakciók képviselőinek kellett kérni a segítségét. Zelenszkijnek egységet kell mutatnia, ezért is hívta találkozóra őket, és arra figyelmeztetett, hogy következményei lehetnek annak, amennyiben nem mutatkozik kellő politikai, parlamenti egység. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ez a végszavazásnál miként és hogyan fog megmutatkozni. Gyuri, elkezdett csökkenni a jótékonykodási kedv. Miben mutatkozott ez meg pontosan, illetve esetleg tudsz olyan országokat, vagy akár, hogy kik körében kezdett el csökkenni ez a jótékonykodási kedv? Igen, itt pontos számok kerültek nyilvánosságra, ezekből ide érdemes idézni. 2023-ban 450 millió eurónyi összeget adakoztak az emberek, az ukrajnaiak, viszont 2022-ben ez az összeg még a duplája, 900 millió euró volt. Ezek olyan pénzek, amit a hadsereg megsegítésére, drónokra, katonai felszerelésekre, öltözékre fordítanak, viszont ugye jól látható, hogy egy év alatt a felére esett vissza. És ennek három fő oka van szakértők szerint. Az egyik ez az általános elszegényedés Ukrajnában, csökkennek a bevételek, nőnek az adókiadások, illetve hát gyakorlatilag a háború kitörése óta így befagytak a bérek, miközben az árak a duplájára emelkedtek. A másik, hogyha akármerre nézünk, mindenhol azt látjuk, hogy korrupció van, visszaélések vannak, meg csak a Védelmi Minisztériumban is túlárazás van, hatalmas korrupciós botrányok rázták meg a tárcát, és hát az emberek elgondolkodnak, hogy ilyen körülmények között akkor biztos, hogy az ő feladatuk támogatni egyébként a nagyon nehéz helyzetben lévő katonákat. És a harmadik, amikor az önkéntesek fölhívják arra a figyelmet, hogy ők mennyi mindennel segítik azokat, akik védik az országot, erre olyan válaszok jöttek a minisztériumból, hogy nem muszáj őket segíteni, Ukrajna állama képes gondoskodni a saját katonáiról, ez pedig sokakban olyan rossz érzést vált ki, hogy ezek után akkor kétszer meggondolja, hogy ő adakozzon vagy ne adakozzon. Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy ma is betegen vállaltad, hogy elmondtad a legfontosabbakat, és további jobbulást kívánunk neked. Péter, neked pedig köszönjük szépen ma is a részvételt. Szívesen tettem. Jöjjön a nap kérdése. Tegnap ugye azt kérdeztük önöktől, hogy önök szerint véget kell levetni a soros finanszírozásnak a baloldalon, ma pedig azt kérdezzük önöktől, hogy leállítja a magyar baloldal támogatását a soros hálózat? Tehát ma ebben a kérdésben várjuk az igeneket vagy a nemeket, ahogyan ugye önök gondolják ezt. Plusz 36 33 444 690, ez az SMS számunk, ide tehát SMS-eket várunk, van egy hírtelevíziós applikáció, ott is lehet szavazni, ahogyan weboldalunkon, a hirtv.hu weboldalon is. Tehát a mai nap kérdése, leállítja a magyar baloldal támogatását a soros hálózat? Igennel vagy nemmel szavazhatnak délutánig a palaverig. Eredményhirdetés majd a palaverben.